Időzített bomba a házi orvosi ellátás biztosításának ügye országszerte. Háromszéken számos olyan kisebb település van, ahol évek óta nem működik már házi orvosi praxis, de a nagyobb városokban is problémát okoz az alapellátás biztosítása. Legutóbb egy hirtelen haláleset miatt maradt egy egész városrész házi orvos nélkül Sepsiszentgyörgyön. Ilyen esetben legalább egy év kell, hogy be tudjuk tölteni a helyet, mondja Oprich Zsolt, a Kovászna megyei orvosi kamara elnöke. Előregedik a szakma, számos helyen nyugdíjaskorú orvosok töltik be a praxist, mivel nincs, aki nyomukba lépjen. És az is félő, hogy hirtelen tömegével maradnak majd üresen a házi orvosi rendelők. Nincs utánpótlás, mivel a rendszer hibái miatt sem anyagi, sem szakmai kihívás szempontjából nem éri meg erre a pályára lépni. Egyre inkább a rendszer úgy lett kitalálva, hogy a családorvosoknak egy ilyen adminisztratív, bürokratikus funkciója kezd lenni, és sokan pedig azért választották a medicinát elsősorban, hogy egy gyógyító tevékenységet tudjanak kifejteni, és úgy érzik, hogy nem találják meg a számításukat ezen szakágon belül. Dr. Jakabendya Anikó Oldhévízen született, a Marosvásárhelyi Egyetemen végzett, megjárta Dániát is, de magánéleti okokból visszatért Sepsiszentgyörgyre, ahol az egy éve üresen álló házi orvosi rendelőben 3 napja kezdte meg a rendelést. Szerinte orvosi körökben ez a legkevésbé keresett szakma. Őt is az elhivatottság vette rá, hogy erre a pályára lépjen, és a változatosság szeretete. De nem túl gyakori az ilyen. Nagyon sok fiatalt azért ijeszt meg szerintem a családorvosi pálya, mivel nem csak alkalmazotti státusban vagyunk, mint a kórházban dolgozók, hanem gyakorlatilag létre kell hozni egy önálló céget, egy működő céget. Tehát orvosok is vagyunk, és cégvezetők is ugyanabban a helyzetben. Ez sokak számára kihívás, meg nehézséget jelent. Tehát elindítani is eléggé nehéz volt, jártas kell legyen az ember ilyen területen, hogy ezt össze tudja hozni. De nem elég elindítani egy házi orvosi praxist, fenn is kell tudni azt tartani. Ahhoz, hogy egy rendelő hosszú távon kitermelje a fizetéseket, a működési költségeket, minimum 800, de inkább 1500 pácienst kell összetoborozni. A fiatal házi orvos szerint ez nem lesz nehéz. Rengeteg sepsiszentgyörgyi várt már arra, hogy az üresen maradt helyet végre valaki betöltse.